A 35 fokos kánikula ellenére rangadóhoz méltó meccset hozott a kanizsai Iváncsai szereplése. Gabola Krisztián együttese érezhetően bátrabban kezdett. Rögtön a mérkőzés elején magához tudta venni az irányítást, Csörgő Raúl pedig már a negyedik percben kapufáig jutott. Aztán a hetedik minutumban a vezetést is megszerezték a délzalaiak. Nagyon szűk pálya az Iváncsai, így pláne nagy fegyver lehet a nagy bedobás. Szanyi! Ötösig be tudja hajítani! És de jól teszi, hogy be tudja hajítani! Megvan a vezetés! László Dávid ugrott a legmagasabbra! László Dávid korábban a Peac ellen duplázott. Ez a harmadik gólja volt kanizsai mezben. Még az első negyed óra vége előtt akár meg is duplázhatta volna előnyét a vendéggárda, de a jól érkező Lakatos 4 méterről mellé lőtt. A kanizsai fölény egészen a játékrész hajrájáig megmaradt. A szünet előtt tudott először veszélyeztetni az Iváncsa, akkor azonban rögtön kétszer. Előbb egy kapuskirúgást reagált le rosszul a védelem, de Szanyi az utolsó pillanatban menteni tudott. Aztán a szöglet utáni kavarodás végén is egalizálhatott volna az Iváncsa, de Vas közvetlen közelről hibázott. A második játékrész mezőnyben már kiegyenlített játékot hozott, de leginkább csak szögleteket tudtak kidolgozni a vendéglátók. Amikor már úgy tűnt, egy gólos meccs lehet a forduló rangadója, az utolsó percek igazi gólfesztivált hoztak, amit az Iváncsai egyenlítés nyitott. Vas most megelőzte Szanyit, Kovalovszki érkezett, Kovalovszkit meglökik, nincs hipszó, kellett volna, jó csel Vastól! Aki egyenlít. A kanizsa azonban nem esett össze, és az utóbbi időben többször nyerőcserének bizonyuló János Szabó Dónak köszönhetően ismét visszavette a vezetést. A döntetlenre nyilván marad az élen, az Iváncsa, a kanizsa pedig pontban beírja Fradit. De nem lesz döntetlen, mert jön Szabó! János Norbi a két csere! Csak összehoz egy újabb gólt! Volt azonban még fordulat a mérkőzésben, hiszen két perc sem kellett az újabb hazai egyenlítéshez. Mondarász megint tisztán sajnos, őt Kovács is jön váltásban mögötte, nem kapja meg. Jó a beadás! Úgy tűnt, az Iváncsai cserecsatár Orbán Kolos fejese egy pontot érhet a Fehérvár megyeieknek, de Szabó Balázs ezt másként gondolta. Kovács, ő meg jól teszi vissza, török megszerzi, Szabó! Szabó első gólját szerezte kanizsai mezben. Vuk, ez jó cser, ez jó passz, Szabó lőhet még egyet, és ő még egy gólt, Szabó! Az utolsó 10 percben 4 gólt is hozó találkozót ezzel megnyerte az FC Nagykanizsa, és átvette a vezetést az NB3 délnyugati csoportjában. Gabola Krisztián összegzésként elmondta, ha ez a koncentráltság jellemzi majd a jövőben is a csapatát, akkor nagy dolgokra lehetnek képesek a szezonban. Olyan mérkőzéseket tudunk megnyerni, ami nagyon-nagyon nehéz, akár gondolok itt a majosi 2-1-es győzelemre. Nem mondom, hogy a majosi eredmény, ugye azóta látjuk a majosnak a szereplését, hogy mit eredményezett. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irány. Fent kell tartanom a játékosoknál a fókusz, fent kell tartanom azt, hogy miért dolgozunk minden nap, miért szenvednek minden nap, és akkor talán előbb-utóbb megérzik annak az ízét, hogy Nagy Kanizsán akár lehet egy kisebb csodát is tenni a jövőben. A hazai szurkolók és a pad is számos bírói ítéletet vitatott, de Tóth András szerint a mérkőzés nem ezen ment el, hanem azon, hogy a játékosai nem voltak elég harcosak, úgy tűnt, a kanizsa jobban akarja ezt a sikert. Óvodás hibákat dobunk, gyakorlatilag megvan a labda, odaadjuk, a szöglet, a nagy bedobás, azon kívül én nem is emlékszem talán kidolgozott kanizsa helyzetre, szóval én azt hiszem, hogy kikaptunk egy olyan meccsen, ahol volt az ellenféltől, és ne értsék félre, nem elvéve az érdemeket, meg egy dologba felülmúltak minket, abban, hogy sokkal, de sokkal jobban akarták ezt a meccset, mint mi, de gyakorlatilag volt, nem tudom, 48 felívelés, meg nagy bedobás. Én azt gondolom, hogy ezzel maradtunk alul, ami hát talán ránk nézve picit kellemetlen. A következő fordulóban az MTK 2 látogat az Olajbányás stadionba. A második számú együttes elleni mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik.